22. fejezet. Embertársak. Amikor Darnót visszanyerte az eszméletét, egy galjakból A alakban összerakott lombsátorban, puha páfránylevél és fűágyon feküdt. A lábánál lévő nyíláson át zöldjepre látott. Kicsivel odébb a dzsungel és az erdő áthatolhatatlan falként emelkedett a magasba. Nagyon elesett, összetört és gyenge volt. Amikor teljesen magához tért, rögtön érezte számtalan szörnyű sebének nyilalását, és teste valamennyi csontjának és izmának tompa sajgását, a rettenetes ütlegelések nyomait, amelyekben része volt. Ha csak a fejét megmozdította, már az is olyan gyötrelmes kínszenvedést okozott neki, hogy sokáig lehunyt szemmel mozdulatlanul feküdt. Megpróbálta apránként összerakni magába a rettenetes kalandjának eseményeit egészen addig, amíg el nem veszítette az eszméletét. Remélte, így fény derül a jelenlegi hollétére. Azt szerette volna kitalálni, hogy barátok vagy ellenségek között van-e. Nagy sokára sikerült felidéznie az egész rémséges jelenetet ott a kínzó cölöpnél. Végül már arra a különös, fehér alakra is emlékezett, akinek eszméletét vesztve a karjaiba hanyatlott. Darnót azon tűnődött, hogy vajon most miféle sors várhat rá. Az életnek semmi nyoma nem volt látható vagy hallható körülötte. A dzsungel szűnni nem akarózt zsibongása, a sok milliónyi levél zizegése, a bogarak döngése, a madarak és az apró majmok kiáltozása furcsán megnyugtató, zsongító zajnak tűntek. Mintha valahol teljesen külön, távol feküdt volna az összes élőlénytől, amelyeknek hangja csak elmosódottan tompán hatolt el hozzá. Végül könnyű álomba szenderült, és délutánig nem is ébredt fel. Ekkor ismét csak a korábbi ébrenléte alkalmával tapasztalt, teljes zavarodottsága vett rajta erőt. Hamarosan eszébe jutottak azonban a közelmúlt emlékei. Kinézett a lábánál lévő nyíláson, és ott egy törökülésbe kuporgó férfi alakját pillantotta meg. Az illető széles, izmos hátát fordította felé. Bármennyire barnára égette is bőrét a nap, Darnót látta, hogy fehér ember. A francia erőtlen hangon megszólította. A férfi megfordult, felállt és odament a sátorhoz. Nagyon megnyerő arca volt. A legmegnyerőbb arc, gondolta Darnót, amelyet életében látott. A férfi lehajolt, bemászott a sátorba a sebesült tiszt mellé, és hűs kezét annak homlokára tette. Darnót franciához szólt hozzá, de a férfi csak a fejét rázta. A francia úgy látta szomorúan. Akkor Darnót angolul próbálkozott, de a férfi továbbra is csak a fejét rázta. Az olasz, spanyol és német nyelven tett kísérletek hasonlóképpen sikertelennek bizonyultak. Darnot tudott néhány szót norvégul, oroszul, görögül és az egyik nyugati parti néger törzs nyelvén is gagyugott valamennyire. A férfi azonban mindenre nemet intett. Megvizsgálta Darnot sebeit, majd kiment a sátorból és eltűnt. Fél óra elteltével tért vissza. Gyümölcsöt és egy üreges tökformájú növény héjában vizet hozott. Darnót ivott és evett egy keveset. Meglepetéssel tapasztalta, hogy nincs láza. Ismét megkísérelt szóba elegyedni különös ápolójával, de ezúttal is hasztalan próbálkozott. A férfi hirtelen kisietett a sátorból. Pár perc múlva jó néhány kéregdarabbal és csodák csodájára egy grafitceruzával tért vissza. Lekuporodott Darnót mellé és írni kezdett a fakéreg sima belső felére. Amikor elkészült, átnyújtotta a franciának. Darnót elképedve látta, hogy nyomdai tökéletességű, szabályos betűkkel írott angol nyelvű szöveg áll rajta. Az én nevem Tarzan, a majom ember, a dzsungel fia. Maga kicsoda? Tud olvasni ezen a nyelven? Darnót megragadta a ceruzát, aztán megállt. Ez a különös férfi angolul ír, tehát nyilván angol. Igen, mondta Darnót, olvasok angolul, beszélek is. Akkor most végre beszélgethetünk. Először is hadd köszönjem meg mindazt, amit értem tett. A férfi csak a fejét rázta, és a ceruzára meg a kéregre mutatott. Mondi ő, kiáltott Darnót,
Ha ön angol, miként lehetséges, hogy nem beszél angolul? Aztán hirtelen fény gyúlt az agyába. A férfi nyilván néma, esetleg süket néma. Így azután végül Darnold pár sort írt a kéregre angolul. Paul Darnold vagyok, a francia haditengerészet hadnagya. Köszönöm, amit értem tett. Megmentette az életemet. Mostantól mindenem, amim van, az öné. Ha szabadna kérdeznem, hogyan lehetséges, hogy valaki ír, de nem beszél angolul? Tarzan válaszán Darnold igencsak elcsodálkozott. Én csak a magam törzsének nyelvén beszélek. Ezek az óriás majmoké, akiknek Kercsak volt a vezére. Meg egy kicsit értek Tántor az elefánt, Numa az oroszlán és a dzsungel többi népe nyelvén. Emberi lénnyel még nem beszéltem, csak egyszer Jane Porterrel, mutogatva. Ez az első alkalom, hogy a magam fajtája belivel beszélgethetek írott szavak útján. Darnold csak ámult bámult. Egyszerűen alig tudta elhinni, hogy él a földön olyan felnőtt ember, aki még sohasem beszélt egyetlen embertársával sem. Még ennél is nagyobb képtelenségnek tűnt, hogy az illető tud írni, olvasni. Újra rápislantott Tarzan soraira. Csak egyszer Jane Porterrel. Ez az amerikai lány, gondolta, akit egy gorilla elhúzolt a dzsungelbe. Hirtelen világosság kezdett derengeni Darnold agyában. Ő volt hát a gorilla. Megragadta a szeruzát, és azt írta. Hol van Jane Porter? Tarzan a kérdés alá írta a választ. Visszament az övéihez, Tarzannak, a dzsungel fiának a kunyhójába. Szóval nem halt meg? Hol van? Mi történt vele? Nem halt meg, Terkoz magával vitte feleségnek, de Tarzan, a dzsungel fia, megölte Terkozt. Elvette tőle a lányt, mielőtt baja eshetett volna. Nincs az egész dzsungelben senki, aki élve megúszza, ha szembeszáll és felveszi a harcot Tarzannal. Én vagyok Tarzan, a dzsungel fia, a híres harcos. Darnold következtetett. Örülök, hogy Jane Porter biztonságban van. Nehezemre esik az írás, pihenek egy kicsit. Mire Tarzan? Jól van, pihenjen. Ha meggyógyul, vissza fogom vinni a társaihoz. Darnold jó pár napig nyomta a puha páfránylevelekből készült ágyat. A második napon jelentkezett a láz. Darnold úgy gondolta, hogy a fertőzéstől. Biztosra vette, hogy meg fog halni. Eszébe jutott valami. Nem is értette, hogy eddig miért nem gondolt rá. Szólt Tarzannak, jelezte neki, hogy írni szeretne. Amikor Tarzan odavitte a fakérget és a ceruzát, a következőket írta. Nem menne el az enyéimhez, hogy ide vezesse őket? Írnék nekik pár sort, és akkor biztosan követnék. Tarzan megrázta a fejét, visszavette a kérget és ráírta. Gondoltam rá, már az első napon, de nem mertem megtenni. Az óriás majmok gyakran járnak ide, és ha egyedül betegen itt találják, bizonyosan megölik. Darnold az oldalára fordult, és lehunyta a szemét. Nem akart meghalni, de úgy érezte, hogy nincs menekvés, mert a láza egyre magasabbra szökött. Aznap éjjel elvesztette az eszméletét. Három napig önkívületben feküdt. Tarzan közben ott ült mellette, hűsítette a homlokát, a kezét, és kimosta a sebeit. A negyedik napon Darnold láza ugyanolyan hirtelen leesett, mint ahogyan felszökött. Igaz, addigra a francia már csak árnyéka volt korábbi önmagának. Nagyon legyengült. Tarzannak kellett felemelnie, hogy inni tudjon a tökhéjból. A lázát nem fertőzés okozta, mint ahogyan Darnold hitte. Közönséges lázroham volt, amely a fehéreket gyakran támadja meg Afrika dzsungeleiben. Vagy végez velük, vagy ugyanolyan hirtelen véget ér, mint Darnold esetében. Két napra rá Darnold, ha rogyazózó léptekkel is, de már körbejárta az amfiteátrumot. Tarzan erős karjával támogatta, hogy el ne essem. Leültek az egyik terebélyes fa árnyékába, és Tarzan keresett egy darab sima fakérget, hogy beszélgethessenek. Darnold írta rá elsőként. Hogyan viszonozhatnám mindazt, amit értem tett? Tarzan válasza ez volt. Tanítson meg az emberek nyelvén beszélni. Darnold tüstént el is kezdte a tanítást. Rámutatott egy-egy ismerős tárgyra, és franciául ismételgette a nevüket. Úgy gondolta, hogy mivel ő maga is ezt a nyelvet érti a legjobban, könnyebb lesz franciául megtanítani a másikat. Tarzannak természetesen mindegy volt, hiszen neki egyik nyelv olyan volt, mint a másik. Amikor rámutatott a kéreg darabra írt ember szóra, Darnoldtól szépen megtanulta, hogy azt homnak ejtik. Aztán hasonlóképpen megtudta azt is, hogy a majom szingé
a fa pedig arbre. Igen buzgó tanítványnak bizonyult, és két nap elteltével annyira előre haradt a francia nyelvben, hogy már egyszerűbb mondatokat is össze tudott állítani. Mint például ez a fa, ez a fű, éhes vagyok, és így tovább. D'Arnaud azonban rájött, hogy az angol alapján nehéz lesz őt a francia nyelvtanra megtanítani. Ezért kis feladatokat írt Tarzan számára angolul, és franciául mondatta el vele. Minthogy azonban a szó szerinti fordításoktól a francia szöveg rendszerint igencsak döcögött, Tarzan gyakran zavarba jött. D'Arnaud rájött, hogy hibát követett el. Úgy látta, hogy most már késő visszatáncolni, előről kezdeni mindent és rászorítani Tarzant, hogy felejts el mindazt, amit már megtanult. Már csak azért is, mert úgy látszott, hamarosan eljutnak arra a szintre, hogy beszélgethetnek egymással. Azt követően, hogy D'Arnaud láza megszűnt, a harmadik napon Tarzan a fakéregre írva megkérdezte a franciától. Elég erősnek érzi-e magát ahhoz, hogy ő Tarzan visszavigye a kunyhóhoz. Legalább annyira szeretett volna már útnak indulni, mint D'Arnaud. Nagyon vágyott már Jane-t látni. Ezért is volt keserves a hosszú-hosszú napok során mindvégig a francia tiszt mellett maradnia. Ez az önzetlensége még ékesebben bizonyította a jellemének nemességét, mint az, hogy kimentette a francia tisztet Mbonga vadembereinek karmai közül. D'Arnaud, aki maga is alig várta, hogy útra kelhessenek, így válaszolt. Csak nem gondolja, hogy ilyen messzire el fog cipelni a sűrű dzsungelen át. Tarzan nevetett. Mászi, mondta, és D'Arnaud is hangosan felnevedett, ahogy az általa oly gyakran használt kifejezést hallotta Tarzan szájából. Így aztán felkerekedtek. D'Arnaud ugyanúgy elámult, mint annak idején Clayton és Jane a majomember fantasztikus erejének és ügyességének láttam. Délutánra értek a tisztásra, és amikor Tarzan az utolsó faágai közül lehuppant a földre, majd kiugrott a helyéről a szíve, annyira örült, hogy hamarosan viszont láthatja Jane-t. Senki sem látszott a kunyhó környékén. D'Arnaud megkökkenve tapasztalta, hogy sem a csirkáló, sem az árró nem horgonyoz az öbölbe. A hely elhagyatott hangulatot árasztott, s ez hirtelen átragadt a kunyhó felé lépdelő két férfira is. Egyikük sem szólt egy szót sem. Anélkül, hogy kinyitották volna az ajtót, mindketten tudták, mi várja őket odabent. Tarzan elhúzta az árnyelvét, és az ajtó lassan kinyílt előttük. Az igazolódott be, amitől tartottak. A kunyhóban senki sem volt. A két férfi egymásra nézett. D'Arnaud tudta, hogy az övéi halottnak hiszik. A majomembernek viszont egyre a nő járt az eszében, aki, míg ő Tarzan a Jane népéhez tartozó tisztet ápolta, szerelmes csókjait feledve itt hagyta őt. Rettenetesen elkeseredett. Elmegy innen, határozta el. Messze be a dzsungel belsejébe. Újra a törzsével fog élni. Nem kíván soha többé látni senkit a maga fajtájából. Elviselhetetlen volt még a gondolat is, hogy valaha visszatérjen a kunyhóba. El fogja felejteni. Miként azt a dédelgetett nagy álmát is, hogy egyszer majd rátalál a saját fajtája béliekre, és emberként él az emberek között. És a francia, D'Arnaud, vele mi lesz? Á, gondolta Tarzan, elboldogul majd valahogy, mint ő maga. Nem akarta többé látni. Minél messzebbre akart kerülni mindattól, ami Jane-re emlékeztette. Miközben Tarzan a küszöbön állva töprengett, D'Arnaud belépett az ajtón. Látta, hogy a társaság sok mindent itt hagyott, amivel kényelmesebbé tette a kunyhót. Számtalan berendezési tárgyat fedezett fel, amelyről tudta, hogy a cirkálóról való. Egy tábori tűzhelyet, néhány főzőedényt, egy puskát bőséges lőszerkészlettel, két széket, egy pritcset. Ezen kívül rengeteg könyvet és folyóiratot, főleg amerikaiakat. Nyilván szándékukban áll visszatérni, mondta félhangosan D'Arnaud. Oda sétált a fatáblához, amely sok-sok évvel korábban John Clayton számára íróasztalgyanánt szolgált, és két Tarzannak, a dzsungelfiának szóló levelet talált rajta. Az egyiket erős férfi kéz írta, és nem volt lezárva. A másikat, amely női kéztől származott, pecsét zárta le. Van itt két levél Tarzan a dzsungelfia számára, kiáltotta D'Arnaud az ajtó felé fordulva. De társa már nem volt ott. D'Arnaud odament az ajtóhoz és kinézett. Tarzan sehol sem látta. Hangosan kiáltozni kezdett, de nem kapott válasz.
Mondi ő! Kiáltotta Darnot. Ez itt hagyott, érzem, visszament a dzsungelbe, engem meg magamra hagyott. Akkor felrém lett előtte Tarzan arc kifejezése, midőn észrevették, hogy a kunyhó üres. A vadász láthat ilyen tekintetet a megsebzett ő szemében, amelyet felelőtlenül könnyedén leterített. Azt az embert nagyon szíven ütötte valami. Darnot most jött csak rá. De micsoda? Nem értette a dolgot. Körülnézett. A hely elhagyatott és rettenetes volt, a kezdett egyre nyomasztóban hatni az átélt kínszenvedés és betegség nyomán amúgy is meggyötört idegeire. Borzalmas volt elgondolni, hogy itt maradt egyedül az iszonyatos dzsungel szélén, hogy soha többé nem hall emberi szót, nem lát emberi lényt, hogy a vadállatoktól és a kegyetlen vademberektől való örökös rettegés lesz osztály része, hogy a magány és a csüggedés fogja elemészteni. Eközben Tarzan a dzsungel fia szaporán igyekezett messze kelet felé a közepes magasságú fák ösvényén vissza a törzséhez. Soha életében nem rohant még ilyen eszeveszett iramban. Érezte, hogy önmaga előbb próbál elfutni. Miközben úgy robogott át a dzsungelen, mint egy megriasztott mókus, saját gondolatai elől menekült. De akármilyen gyorsan vágtatott is, sötét gondolatai mindegyre elkísérték. Egyszer csak Szabor, a hajlékony testű nőstény oroszlán fölött suhant el, aki épp az ellenkező irányba tartott. A kunyhó felé gondolta Tarzan. Hogyan fogja felvenni a harcot Darnot Szaborral? Vagy Bolgánival, a gorillával, ha rátámad? Vagy Numával, a hímoroszlánnal és a kegyetlen sítával? Tarzan megállt egy pillanatra a nagy rohanásba. Mi vagy te, Tarzan? Kérdezte önmagától hangosan. Majom vagy ember? Ha majom vagy, cselekedj úgy, ahogy a majom közszokás. Ne törődj vele, hogy a fajtád beli ott hal meg a dzsungelben, ha neked éppen másfelé van kedved menni. Ha viszont ember vagy, akkor visszamész és megvéded a fajtádat. Nem hagyod magára azt, aki a saját népedből való csak azért, mert más valaki elhagyott közülük. Darnot becsukta a kunyhó ajtaját. Nagyon ideges volt. Hiába az egyedül lét néha még az olyan bátor férfiakat is megriassza, mint amilyen Darnot volt. Megtöltötte az egyik puskát, úgy tette le, hogy keze ügyében legyen. Aztán odament az íróasztalhoz, és felvette a Tarzannak címzett, le nem zárt levelet. Hát, ha van benne valami utalás arra, hogy az ővéi csak átmenetileg távoztak a tengerpartról, gondolta. Nem érezte erkölcsi vétségnek, ha átfutja a levelet. Így hát kivette a borítékból, és olvasni kezdte. Tarzannak a dzsungelfiának. Köszönjük, hogy használhattuk a kunyhóját, és nagyon sajnáljuk, hogy nem volt szerencsénk személyesen is látni és kifejezni hálánkat. Semmiben sem tettünk kárt, viszont itt hagyunk önnek néhány dolgot, amely talán kényelmesebbé és biztonságosabbá teheti életét magányos otthonában. Amennyiben ismeri azt a különös fehér embert, aki számtalan alkalommal megmentette az életünket és élelmet hozott nekünk, és ha tudja a módját, hogyan lehet vele érintkezni, kérem, fejezze ki köszönetünket neki is a kedvességéért. Még ebben az órában elhajózunk, és nem jövünk vissza többé. De szeretnénk, ha ön is, és az a másik dzsungelbéli barátunk is tudná, hogy örökké hálásak leszünk azért, amit értünk, idegenek értettek. Készen álltunk volna rá, hogy sokkal külön módon megjutalmazzuk mindkettőjüket, ha erre alkalmat adtak volna. Kiváló tisztelettel, V.M. Cecil Clayton. Nem jövünk vissza többé, motyogta Darnot, és arccal előre a pricsre vetette magát. Egy óra múlva fülelni kezdett. Valaki az ajtónál motozott, és megpróbált bejutni. Darnot a fegyveréért nyúlt. Erősen szürkült, a konyha belsejében igen sötét volt már, de Darnot azért látta, az árnyelv elmozdul a helyéről. Érezte, hogy a haja az égnek mered. Az ajtó lassan megmozdult, és a keskeny résen át látszott, hogy valaki áll odakint. Darnot az ajtórést vette célba, aztán meghúzta a ravaszt.